Magyar Művészeti Akadémia a V4-ek megalakulásának 30. évfordulójára készült nemzetközi plakátkiállítása a visegrádi országok legkiemelkedőbb plakátművészeinek alkotásaiból válogat. A kiállítás 3-3 magyar, lengyel, cseh és szlovák művész munkáin keresztül enged betekintést a nemzeti sajátosságokat is felvonultató kulturális plakátok történetében. Igazából azért a plakátokat utcán kellene nézni, nem? Mit gondolsz arról, hogy most mégis egy kiállítóteremben plakátok között sétálunk? Hát legjobban örültem volna, ha utcán láttam volna valóban. Igen, ez manapság egyébként gyakorlat, hogy egyre kevesebb plakátot látunk az utcán, és beszivárognak ide a galériákba a plakátok. Te mi alapján válogattad össze ezeket? Ez a kiállítás az egy ilyen több rétegű. Meg lehet vizsgálni az, hogy ez a négy ország, hogy milyen kulturális tradíciókkal rendelkezik, amit a bemutatott mesterek munkába valamilyen módon mégiscsak jelentkezik. Mi ugye, akik itt élünk ennek a négy országnak valamelyikében, mi azért elég jól látjuk, hogy milyen a lengyel plakát, milyen a cseh plakát, milyen volt a csehszlovák plakát, és milyen a magyar plakát, de külföldről mondjuk Párizsból, vagy New Yorkból, vagy Japánból, ez azért egy tömbnek látszik, ez a néhány egymás mellett lévő ország. Horka István azért is autentikus egy ilyen összeállításban, mert ő rögtön két országot képvisel, legalábbis annyiba, hogy egy magyar művész, aki a Krakkói Művészeti Akadémián végzett, és azt hiszem stílusát tekintve is a horkai plakátok nagyon különböznek az összes többitől. Ő ugyanis a kollást emelte be a plakátművészetbe, ami talán nem is véletlen, mert Horkai nem csak mint képzőművész, hanem mint filmes is jelentős, és valahol az Eisensteini kollázsvilág az, ami innen visszaköszön. Általában a plakátművészetre talán jellemző, mint hogy amúgy is egy fiatal művészetről van szó, mert hát igazából komoly plakátművészetről csak a 19. század közepe óta beszélhetünk, szóval nagyon jellemző rá a folyamatos megújulás. Domnívám se, že plakát jako téma školního úkolu lze rozdělit především do těchto tří kategorií. Za prvé jako prezentační médium, kde pomocí kvalitní infografiky lze bez emocí představit a vysvětlit prakticky cokoliv. Za druhé jako nosič reklamního sdělení. A za třetí jako prostředek vyjádření vlastního názoru na nějakou situaci nebo událost. Může jít o kritický design nebo také o autorskou interpretaci uměleckého díla. A právě třetí kategorie je na naší výstavě nejvíce zastoupená. Pokud jde o vystavující pedagogy, Karel Míšek i Jan Rajlich jsou již mezinárodně natolik proslulí, že ani nemusím víc představovat. Na sebe mohu prozradit, že plakáty dělám především pro radost, protože v komerčních zakázkách se s nimi už dnes, bohužel, tak často nesetkávám. Hát itt is vannak nagyszerű munkák, például Keresztes Dóra, nagyon erős magyar folklór elemeket lehet érezni az ő plakátokba is, ha csak formális szempontból néztünk volna ezek a munkákat, én azt mondanám legmagyarabb. Itt egy picit arrébb lehet is látni a Agnieszka Ziemiszewska fantasztikus munkái, aki nagyon, hát most már lehet mondani, hogy
Őrangyal a magyar plakátnak, mert nagyon sok projektben, közös projektekben is indultunk. Jeśli miałabym określić grupę V4 w trzech słowach, to byłaby to przyjaźń, różnorodność i zaangażowanie. Mam zaszczyt i przyjemność znać osobiście niemal wszystkich uczestników wystawy i sądzę, że wystawa w piękny sposób pokazuje, jak jesteśmy różnorodni. Choć można również znaleźć wiele cech wspólnych, takich jak metafora, romantyzm, zamiłowanie do gestu czy eksperymenty typograficzne. Gyere Kristóf, látom, hogy Rostok a Laci plakátja is itt vannak. Hivatalosabban úgy mondanám, hogy Vladislav Rostoka. Hát igen, aki, mert ő a szlovák színekben. Aki szlovák színekben, ő egy remek szlovák plakátművész, ugyanakkor a Magyar Plakáttársaság alapító tagja. Ez a plakát a Csisztka, amelyik 1990-ben, rögtön a rendszerváltás pillanatában jelent meg, olyan borzasztó erős volt, hogy nekem tulajdonképpen azokat a változásokat szinte ez a plakát egymagában képviselt. Nézzünk a Karel Mišek plakátjait. Tomaszewski tanítványa, lengyel plakát. És azt lehet is látni, ez a nagyon egyszerűen, nagyon kevés elemből fölépített, nagyon lényegre törő plakátkészítés. Fantasztikus munkák, amit érkeztik a Szlovákiából, Andrej Hássáknak a műve, aki Kassába tevékenykedik. És ő Kassán tanít. Igen, és ráadásul összeállította pont a saját suliból 18 darab munkát, amit lenti. Amiket mindjárt fogunk lent megnézni. Plakáty sú stále považované za kráľovskú disciplínu grafického dizajnu. Hovorí sa, že dobrý plakát musí diváka zaujať a odovzdať mu informáciu za niekoľko sekúnd. Má však aj potenciál byť obrazom, pri ktorom sa oplatí postať dlhšie tak, ako pred dielami voľného umenia. Tiež sa hovorí, že dobré plakáty sú večné a z tých najlepších sa potom stáva dekoratívna klasika. Dobrý plakát je ten, ktorý si uložíme do pamäti pre jeho eleganciu alebo vtip. Prostredníctvom plakátov dokážeme vyjadriť svoje myšlienky, postoje, protest, podporu či emócie. Albert Razin egy udmurt nyelvvédő, aki másfél évvel ezelőtt az udmurt parlament előtt tiltakozásul az új orosz nyelvtörvény ellen, amely a kis nyelvek, az apró oroszországi nyelvek tulajdonképpen halálát fogja okozni. Ő tiltakozásul fölgyújtotta magát, és az ő emlékére készítettem el ezt a plakátot, amelyen azok a kis nyelvek, amelyeknek egy jó része rokon a magyarral, azokat a nyelveket mutattam meg. Hát ráadásul még van egy plakátot, amit ugye most más szemmel is nézünk, mert a Csetemára... Mert egy cseh plakátművész van rajta, talán a leghíresebb cseh plakátművész, akit úgy hívtak, hogy Alfonz Muha. Menjünk le, nézzük meg a fiatalokat, én azt mondom. Az szerintem nagyon erős ez a ceruza hegyező. Ez a lengyel virágok. Lengyel virágok, de nekem az hozza be, amikor... Igen, az. Ugye? Az egy ilyen, ceruzán... mint a kokárda, lengyel kokárda. Lengyel kokárda, igen. Ez direkt volt egy koncepció kiállításról, hogy az ember ne jöjjön rá arra, hogy
hol van a vége a magyar plakátnak, hol kezdődik a lengyel. Én ebben nem akartam segíteni, mert tulajdonképpen látjuk, hogy hasonló törekvések vannak. Igen, látom, hogy te stilárisan, meg tematikai szempontból válogattad egymás mellé a munkákat. Hát itt vannak például a Pécsről érkezett munka, a Budapestről, de itt vannak a cseh is. Itt is valahogy ezt akartam megmutatni, ez a törekvés, hogy a magyar diákok készítenek filmplakátok a lengyel filmekhez. Ez a lengyel intézetnek a logója, amit Lech Majewski tervezte. Az a fekete ülő figura, az azért izgalmas az a plakát nekem legalábbis, mert sorolható plakát. Tehát, hogyha nagyon sokat teszel egymás mellé, akkor egy óriási felületet lehetne úgy betölteni vele, hogy nem venné észre az ember, hogy hol vannak a plakátok határai. Lengyelországból két sorozat érkezett, a Vladislav Luta tanítványai készítették. Itt van egy gyönyörű, szép, nagyon izgalmas grafikailag tipográfiai munka Pécsről. És ott viszont a MOME. Színházi plakát. Itt már érezhető ez a digitális világ használata, de mégis csak megtartva kis manualitásba is a típusból. Igen, ennek azért örülök, hogy annak ellenére, hogy ezek már mint 21. századi művészek, sőt szerintem van köztük olyan, amelyik már a 21-ben született, de valahogy a kézi munkának, a manualitásnak valami emléke legalább mindenütt ott van, vagy hát nem csak emléke, hanem ebbe szinte teljesen. Abszolút egyetérted vele, vagyis ez a törekvés, hogy hát mitől legyünk más, mint a gép, ugye csak emiatt, hogy a kézírásnak a erősséget tudjunk beépíteni a kompozícióba, vagyis ettől lesz különleges, ez a miénk lesz. Amit nekem nagyon fontos az, hogy is látom a kollégáknak a más országokból is, nagyon fontos az, hogy ne befolyásoljuk a diákat, vagyis nincsen egy megoldás, csak érvényesüljön a diák, vagyis az ő világa. Szatmár István vagyok, grafikus illusztrátor szerkesztő, és abból az apropóból állok itt, hogy egyrészt megmutassam ezt a plakátot, amihez van némi közöm. Ez a visegrádi országok közötti emlék év kapcsán meghirdetett plakátverseny harmadik helyezettje. Ezt a versenyt a jeles évfordulóra való tekintettel a lengyel külügyminisztérium hirdette meg tavaly, és a Lengyel Grafikai Társaság, valamint a visegrádi országok grafikai szervezeteinek közös együttműködéséből és szakmai koordinálásával valósult meg, ami engem egyébként nem múló örömmel tölt el, és ezt minden túlzás nélkül mondhatom, hogy itt például a Vigadóban most falra került ez a kép, és nem akármilyen társaságban. Miután egy olyan válogatás sikerült megrendezni, ugye Orosz Istvánnak és Krzysztof Duckinak, vagy Ducki Krzysztofnak, ami szerintem párját ritkítja. Nekem az, hogy ezen a pályázaton harmadik helyezett lehettem, ez életem egyik túlzás nélkül egyik legnagyobb elismerése. Mindenkit tényleg arra buzdítok, hogy jöjjön el erre a kiállításra, mert őszintén mondom, hogy mind a cseh, mind a szlovák, mind a lengyel és mind a magyar plakát legjavát láthatják. Ez tényleg egy kivételes lehetőség, hogy az ember
elmerüljön ebbe a varázslatos világba.